pobjedi. Igrali smo proti jedne. Először is gratulálni szeretnék a Pixegednek. Úgy gondolom, hogy az egyik legerősebb csapat ellen játszhatunk ma a BL-ben. Úgy gondolom, hogy nem tudtunk jó védekezni a mai meccsen, és majd kielemezzük a hibákat. Szeretnék még egyszer gratulálni a szegedi csapatnak. Csak ahol is analizírati, biti, puno bolje mi zdanje u sljedeću srijedu. Jostek Ivanov. First of all, okay, I think today the match before was one match with a lot of pressure for us. Because it's the first match in champions. Azt gondolja, hogy nagy nyomás volt rajtunk ezen a mérkőzésen, hiszen el kellett indulnunk a győzelmek útján. Ezért az elején nehezen kezdtük ezt a mérkőzést, rosszul kezdtünk, 10 perc után mindössze 2-2 volt az eredmény, nem túl sok gól volt. Túl nagy tiszteletet adtunk az ellenfélnek, így a mérkőzés ezen szakaszában tulajdonképpen Mirko tartott minket a meccsben, és az így volt az egész első fél időben. Aztán fontos volt, hogy meglegyen a 4-5 gólos különbség, amire már építeni tudtunk, így a második fél időben már jöttek a gólok is. Ugyanakkor mind a két csapat követett el hibánkat, ebből lehettek a kontratámadások, amikben szintén előfordultak hibák egyébként. Fejlődni kell, sokkal magabiztosabbnak kell lennünk, ugyanakkor reméli, hogy a szurkolókkal és ezzel a két ponttal, amit megszereztünk, el tudunk indulni a győzelmek útján. Hiszen nagyon-nagyon nehéz sorozat a Bajnokok Ligája, de erre tudunk építeni. With more confidence, I hope after this match, after these 2 points at home with our fans, we can continue our way. We know that all matches are very difficult in this championship, in any competitions. Dobar večer svima. Prvo bih htio čestitati na pobjedi. Ja se još gratulani sretni ga Szegednek. Ma jobb čapat volt nálunk. Nagyon jó érzés visszatérni Szegedre, és nagyon örül neki, hogy tudott itt megint kézilabdázni. Köszöni a szurkolóknak a támogatást. Szeretnék még hozzáadni, amit mondott az edző, hogy igaza van, de ez volt nekik a második nagy vereségük a BL-ben. Nagyon jó fel kell neki készülni a következő meccse az Elverum ellen, mert egy nagyon fontos. Kicsit jelen Elverum, én nagyon szeretem ott a dobra díjati a szédó. Nagyon jó érzés volt pályára lépni újra szurkolók előtt, hisz nagyon sok ideig ugye nem tudtunk előttük játszani, és nem is tudtunk hozzászokni ahhoz, hogy üres csarnokban kell teljesíteni. Úgyhogy nagyszerű érzés volt újra viszont látni őket a csarnokban. A mérkőzéssel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy rosszul kezdtük, ahogy a miszter is mondta, kicsit megilletődötten. Nem azt játszottuk, amit szerettünk volna. Aztán a második fél időben sokkal jobb ritmus diktáltunk, mint védekezésben, mint támadásban, és ezáltal tudtunk ilyen felényesen nyerni. Van szerezte a klub történetileg 6000. Bajnokok Ligája gólját. Lesz feladata emiatt? Igen, akkor majd most az öltözőben mondom neki, hogy hozza be a megérdemelt kockasört.